Köszöntöm a kedves nézőket, a nyári szünet után ismét jelentkezik a politika belülről. Mi, miért és hogyan történik a politikában? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a havonta jelentkező műsorunkban, amely az Erdély Magyar Televízió mellett a Transindexen és az Erdély FM-en is követhető. Köszöntöm állandó meghívottunkat, Kelemen Hunort, az LMDSZ elnökét. Jó napot kívánok! Elnök úr, a legutóbb a műsorban azt mondta ön, hogy annak a parlamenti együttműködési megállapodásnak, amelyet a PESZED, az ALDE és az RMDSZ kötött, a szakító próbája lesz a közigazgatási törvény módosítása. Úgy tűnik, hogy nem áll túl jól ez a dolog most jelenleg. Az őszi ülésszak alatt ennek a 215-ös törvény módosításának a sorsáról a képviselőház ilyen vagy olyan döntést fog hozni. Október 20-a körül jár le a hallgatólagos jóváhagyás. Én azt is el tudnám képzelni, hogy hallgatólagos jóváhagyással átkerüljön a szenátusban, mert a szenátus a döntőház. Vagy azt is el tudom képzelni, hogy a júniusi kompromisszumos megállapodást tovább vinni. Ez azt jelenti, hogy a küszöbet nem 10%-ra, hanem 15%-ra csökkentenék, és az alternatív küszöbnél a nagyvárosok maradnának, illetve a szankcióknál voltak még kompromisszumos javaslatok, hogy azzal menjünk tovább, vagy ezen valamilyen mértékben még jobbra-balra leföl árnyalni. Ki fog derülni, hogy mit dönt majd a PSZD-ALDE, hogy mennyire bátrak lesznek. Itt inkább az a kérdés, hogy mennyire lesznek bátrak. Így a szeptemberi előzetes beszélgetésekből én azt láttam, azt tapasztaltam, hogy minden egyes olyan szakbizottsági vita előtt és után, amelyen a 215-ös szóba kerül, például a munkaügyi bizottságban, ahol jóvá hagyták úgy, ahogy mi beterjesztettük, rögtön a liberális párt felől elsősorban és a liberális párthoz köthető médiában nagyon erős támadás éri a kormánykoalíciót, hogy eladták a magyaroknak Erdélyt, hogy hazaárulók, hogy nemzetárulók, és különösen az erdélyi képviselők megijednek. A szociáldemokrata képviselőkről beszélek, és előszobáznak a pártelnöknél, hogy ezt nem lehet, mert nekik haza kell menniük, és őket otthon majd fölkötik, meg elhagyják, ami egyébként nem igaz, ez egy túlzás. De ezt a nyomást érezzük szeptemberben minden egyes kísérletnél. Én azt kértem, azt mondtam a koalíció vezetőinek, hogy legyenek bátrak, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy ma a 20%-ról 15%-ra való nyelvi küszöb csökkentése, a nyelvhasználati jogoknak az ilyen értelemben való kibővítése semmiféle értelemben a román érdeket nem sérti, a román közösségtől nem veszel semmit. Azt is bebizonyítottuk statisztikailag, hogy a 15%-os küszöbnél 40-41 közigazgatási egység kerülne be a törvény hatája alá. Most 370-380 közigazgatási egység tartozik a törvény hatája alá, tehát nem lenne egy nagyon erős, lényeges, nagy változás. Az igaz, hogy akkor, amikor a területeket bővítjük, nem a közigazgatási értelemben, hanem hogy hol lehet használni, ott van egy jelentősebb bővülés, de ez megint csak azt a közigazgatási egységet érinti, tehát az utcanéptáblák, a hely és az irányjelző táblák, a prefektúra, a különböző dekoncentrált intézményekre is kiterjedne a nyelvhasználat, és én azt gondolom, hogy ez helyes, ez korrekt, de radikálisan nem forgatná fel az országot. De azt látjuk, hogy ennek a nyomás gyakorlásnak a mostani kontextusban nehezen tudnak ellenállni. Meglátjuk. Nem akarnék én előre kiabálni semmit, nem akarnék semmit megelőlegezni. Amíg tárgyalunk, addig, amíg ezt a kérdést vitatjuk, addig én azt gondolom, hogy nem szabad semmit előre kijelenteni. Egyrészt, másrészt meg a képviselőház első ház. Tehát a képviselőházi döntés az csak részben előlegezi meg, de semmiféleképpen nem jelent végleges döntést, a szenátusi vitát. Persze, az is logikus, hogyha egy parlamenti többség egy kérdésben egyféleképpen dönt a képviselőházba, ugyanaz a parlamenti többség néhány hónappal később nehezen elképzelhető, hogy teljesen más döntést hozna, vagy radikálisan más döntést hozna, mint a képviselőházba hozott, vagy akár fordítva, attól függ, hogy melyik a döntőház. Meglátjuk. Vannak pillanatok, amikor úgy érzem, hogy fog ez menni, vannak pillanatok, amikor én is úgy érzem, hogy itt ez a nacionalista hisztéria olyan mértékben rányomja a bélyegét mindenféle egyes politikai projektnek a kivitelezhetőségére,
hogy nem lehet tovább lépni. Én kérdeztem a liberálisoktól, miért csinálják liberálisok, hát most őket így nevezik, de mondjuk ők már semmiben nem liberálisok, ez most már lassan egy ultranacionalista párt. Kérdeztem, hogy miért csinálják ezt? Mitől félnek? Mi a problémájuk? Azt a választ kaptam, hogy hát ők a kormánykoalícióval harcolnak, nekik a kormánykoalíciót kell legyőzni. Én ezzel egyetértek, ez rendben van, a demokráciában így kell lennie. De mondtam, hogy ne a mi ügyeinkkel próbálják, ne a magyar kártyát felhasználva próbálják, valami egyebet találjanak ahhoz, hogy legyőzik a kormánykoalíciót. Gazdasági kérdésekben, közpolitikák, oktatás, szociális kérdések, nyugdíj, infrastruktúra, egészségügy, igazságszolgáltatás, millió példa, millió lehetőség van, nekik nincs fantáziájuk. A liberális párt már egy dolgot tud. Déltől, az ebéd utántól a vacsoráig éhségsztrájkot folytatni, azért, hogy ne legyen nyelvhasználati küszöbcsökkentés, és hogy legyen az egyesülésre minél több pénz. Ennyit tudnak. A fantáziájuk eddig terjed. Mindenhol magyar veszélyt látnak, és mindenhol azt gondolják, hogy ha egy magyar ember, egy magyar politikus egyet köhint, akkor az azért van, mert Erdélyt el akarja szakítani Romániától. Ez egészen pontosan így néz ki. Ezt nem lehet lakkozni, nem lehet ezt finomítani, vagy nem érdemes. Azért Liviu Dragnea, PSZD pártelnöknek a nyilatkozata sokat sejtett, ugye ő azt mondta, hogy hát ez a kérdés most nem aktuális, nem kellene ezzel most foglalkozni. Ugye jellemzően olyan típusú kérdéseknél szokott ez lenni a retorika, mint például a női kvóta esete, vagy a bejegyzett élettársi viszony, olyan dolgok, amiket a politikum, ha tehetné, akkor az idők végezetéig elnapolna és nem foglalkozna vele, mert tudja, hogy a társadalmi ellenállás is ezekben a témákban. Hogyan kommentálná ő Dragneának ezt a nyilatkozatát? Nekem nincsenek különösebben nagy kétségeim azt illetően, hogy ha most történetesen a liberálisok lennének kormányon, és ők nyerték volna 2016-ban meg a választásokat, akkor az ellenzékben lévő szociáldemokraták lényegesen másképpen viselkednének. Tehát azért nekem ilyen illúzióim nincsenek. Talán soha nem is voltak. Nekem is voltak a politikában illúzióim, talán még vannak, de nem ilyen típusúak. Az biztos, hogy akivel mi valamennyi időt együtt kormányoztunk, vagy együtt működtünk a parlamentben, az a magyar kérdéshez, ha nem is barátságosabban, de sokkal árnyaltabban állt hozzá, mint az, akivel nem volt szerencsénk együtt működni ilyen vagy olyan okok miatt. És rengeteg példát lehetne hozni a 97-es első kormányba lépéstől egészen a 2013-as, 14-es kísérletünkig, beleértve azt az időszakot is, amikor a Nesztászek kormányt kívülről támogattuk, és úgy indultunk, hogy azt mondta Nesztászek, hogy amíg ő miniszterelnök, addig nem lesz szabadságszobor, aztán meg ő miniszterelnökként jóváhagyta, aláírta, és a szabadságszobor köztéren fölállítatott Aradon. Tehát ilyen értelemben azért van nekünk erről egy tapasztalatunk. A probléma az, hogy a mostani Nemzeti Liberális Párt, amely az egykori Demokrata Pártból és az egykori Nemzeti Liberális Pártból állt össze, az semmilyen formában nem hasonlít már ahhoz, amit ismertünk. Sem a Demokrata Párthoz, sem a Liberális Párthoz. Kikoptak, elmentek azok az emberek, akikkel nekünk az együttműködési tapasztalatunk az más mutathatott volna, más mutatott volna. És messze vagyunk nem csak a Tricsánu-féle liberális párttól, amelyel együtt kormányoztunk 2004 és 2008 között, messze vagyunk attól, amelyet még Antonescu jelentett a liberális pártnak, pedig az már azért egy komoly fordulatot vett, de attól is messze vagyunk, amit a két társelnök, Blaga és Alina Gorgiu jelentett, és akikkel lehetett normálisan egyeztetni, beszélgetni. Egy olyan új nemzedék jött, egy olyan új politikai elit került a Nemzeti Liberális Párt élére, akikkel nem tudunk ebben a pillanatban mit kezdeni egyszerűen, mert nagyon-nagyon magyar ellenesek. A PSZD-ben is volt egy váltás, egy komoly váltás, de közülük nagyon sok emberrel mi együtt dolgoztunk az elmúlt években. Nincsenek kétségeim, hogy egy Kodrin Stefanescu vagy egy Olgóczá Vasilescu hogyan viselkedne, hogyha elengednék a gyeplőt. Tehát azért ennyire naív nem vagyok. Egyébként milyen az új miniszterelnökkel az együttműködés az RMDSZ-nek? Mennyire találják meg a szót? Az új miniszterelnököt 2000 óta ismerjük, akkor került be a parlamentbe. Ő egy nagyon darabos és egy nagyon közvetetlen ember. Mindig úgy tűnik, mintha meg lenne sértődve a világra. A mimikája ezt sugallja, ahogy beszél, ezt sugallja. De egy nagyon közvetlen ember. Tehát ő nem szereti kerülgetni a dolgokat, amiről gondol egy bármit, azt úgy ki is mondja. Ezért néha brutálisnak tűnik,
de az elmúlt 2,5 hónapban, közel 3 hónapban, hisz neki még ennyi van csak a miniszterelnöki múltjában, azt kell mondani, hogy szót tudtunk érteni, és legutóbb a katolikus iskola ügyében, amikor egyeztettünk, hogy hogy legyen, mint legyen, akkor ő teljesen nyitottnak mutatkozott, hogy az OECD tagság rendezését követően törvénnyel, valamilyen módon sürgősségi kormányrendelettel vagy törvénytervezettel ezt a kérdést rendezzük, mert ő azon a véleményen volt, amit egyébként el is mondott nyilvánosan is, hogy egy iskola az semmiféle értelemben nem jelenthet veszélyt senki számára, egy közösség, családok, gyerekek döntése kell legyen, hogy milyen iskolába akarnak járni, a törvény lehetővé teszi, akkor a kormánynak, az államnak is lehetővé kell tennie a gyakorlatba ültetését. Tehát ez az eddigi tapasztalatunk, aztán hogy később mi lesz, nem tudom, megtanultam, hogy előre ne igyak a medve bőrére, de igyekszünk, hogy például ezt az ígéretet, ezt a hozzáállást érvényesítsük. Nagyon jó, hogy felhozta a római katolikus iskola ügyét, a Marosvásárhelyit. Nemrég lezajlott egy telefonbeszélgetés is Liviu Dragnea és Orbán Viktor között, és úgy tűnik, hogy ez volt a fordulópont, bár hogy a következményeit igazából még mindig nem látjuk ennek a fordulópontnak. Hogy jött létre ez a beszélgetés, és volt-e az RMDSZ-nek szerepe abban, hogy létrejött ez a beszélgetés? Nézze, a legfontosabb az, hogy van egy nyitottság mindkét fél oldalról, hogy beszéljenek. Igen. Tehát, hogyha szabad így mondani, akkor én igyekeztem ezt a beszélgetést tető alá hozni szerény eszközeimmel, és így került erre sor, mert úgy éreztem, hogy az nem normális, hogy ne legyen a két állam között, a két állam vezetői között párbeszéd semmiféle formában. Néha egy-egy ilyen külügyminiszteri találkozó, de hát azok annyira felszínesek, és ugye hát a diplomácia, főleg ebben a Európának ebben a sarkában az nem mindig ugyanazt jelenti, mint amit az ember első látásra gondolna, hogy ezt egy más szintre kell vinni. És én azt mondtam, hogy azt javasoltam Liviu Dragneának, hogy beszéljen Orbán Viktorral, mert Liviu Dragnea nekem azt mondta, hogy ő az iskola kérdését meg akarja oldani, és úgy gondolja, akárcsak a miniszterelnök, hisz ők együtt egyeztettek, hogy erre a következő tanévig megoldást kell keresni. Én akkor azt mondtam, hogy vegye fel a kapcsolatot a magyar miniszterelnökkel, mondja el neki ezt, és kérje az OECD-hez a támogatást. Végül is én azt hiszem a legfontosabb az, hogy a román-magyar kapcsolatokban, ahogy mi ezt sokszor mondtuk, az RMDSZ képes közvetíteni, így szerepet játszani, és ugyanakkor mindenkinek az az érdeke, hogy ez a viszony a következő időszakban ne romoljon. Ha lehet, akkor javuljon. Most ebben az időszakban láthatta mindenki, hogy nem a legjobb, hisz kölcsönös nyilatkozatokból mindenki többet tudna az asztalra tenni, mint amennyit az asztal egyébként elbírna. Ezen javítani kell, hisz egy nehéz időszak következik. Romániának az volt az érdeke, hogy bekerüljön ebbe a Select klubba, amit OECD-nek neveznek. Ettől nem változik az élet radikálisan meg egyik napról a másikra, de ebben a fejlett országok kaptak helyet és kapnak helyet. Magyarországnak sem érdeke, hogy a román-magyar gazdasági kapcsolatok is elmérgesedjenek, és én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos volt, hogy egy olyan közös nevezőt találjon a két ország vezető politikusai közül, ez a két ember, aki gyakorlatilag meghatározza Magyarországon Orbán Viktorit, meg Liviu Dragnea nagy mértékben a dolgok menetét, és nem egy, hanem két beszélgetés volt. És ebben állapodtak meg a múlt héten, hogy az OECD tagságot akkor Magyarország támogatni fogja, Románia pedig ezt megoldja, ezt a problémát. Én a Liviu Dragneával azóta már beszélgettem, és készítünk egy törvénytervezetet, remélem, hogy ez egy 10 napon, 15 napon belül elkészül, amely az iskola létrehozására vonatkozik, azt leegyeztetjük a kormány jogászaival, a kormány szakembereivel, és vagy sürgősségi eljárással a parlamentben decemberig végigvisszük, vagy sürgősségi kormányrendeletet kérünk. Ugyanis február végéig kell az iskolahálózatokat elkészíteni, javaslatként megfogalmazni, és abban már benne kell lennie az iskolának, mint jogi személyiségnek, intézményként. Másképpen ismét idő hiányában elcsúszhatunk, illetve a határidő kitolása az soha nem szerencsés. Tehát ez elég gyorsan ki kell derüljön, hogy Liviu Dragnea komolyan gondolta az ígéretét, amit tett Orbán Viktornak, és én akarom remélni, hogy igen. Mert hogyha nem, akkor a baj az tetőződni fog.
Nem fogja befolyásolni esetleg ennek a törvénytervezetnek a sorsát az, hogy ugye jelenleg gyakorlatilag nehéz megmondani, hogy létezik vagy nem létezik a római katolikus iskola Marosvásárján. Ugye egyesek azt mondják, hogy megszűnt jogilag az intézmény, mások meg azt mondják, hogy fel van függesztve a tevékenysége, de maga az intézmény létezik egyébként. Ezek olyan jogi viták, amelyekkel én ebben a pillanatban nem kívánok sokat foglalkozni, mert nem tudjuk megoldani. Ahány jogász, annyi vélemény van. Én azt mondom, hogy ma ez az iskola nem létezik. Lehet, hogy valahol a levegőben, fent a kozmoszban elméletileg létezik és fel van függesztve, de gyakorlatilag ilyen jogi intézmény, hogy római katolikus iskola ma a Marosvásárhelyi, a Maros megyei iskolahálózatban nincs. Tehát létre kell hozni. Ez nem jelenti azt, hogy a perek elindított eljárások nem folytatódnak, azok folytatódnak. Az iskola működik. És hogyha az iskolát létrehozták és működik tovább, akkor ezeknek a pereknek a kimenetele ilyen szempontból teljesen mellékes. Vissza lehet lépni belőle, abba lehet hagyni, születhetnek döntések, mert nem mindegyik az iskola létére vonatkozik. Tehát én ezt a kettőt nem kötném össze. Ha összekötjük és azt várjuk, hogy ezeknek a számtalan 3-4-5 pernek a kimenetelét megvárjuk, és majd ahhoz igazítjuk a terveinket és a céljainkat, akkor lehet, hogy 2019-2020-ban is arról fogunk vitatkozni, hogy létezik, de nem biztos, hogy létezik, de az sem biztos, hogy nem létezik, hanem lehet, hogy valahol létezik, csak nem tudjuk, hogy létezik. Tehát ezzel nem kell foglalkozni, ezt zárójelbe kell tenni, nem zavarja az, hogy egy új törvényt elfogadjunk, és a következő tanévtől el kell indítani ezt a jogi intézményt. Az, hogy a neve nem ugyanaz kell legyen, mint ami most perben van, és nem tudjuk róla, hogy létezik vagy nem létezik, az én álláspontom az, hogy nem létezik, hisz ilyen jogi személyiséggel az iskolahálózatban iskola nincs. A néven kell változtatni, hogy ne okozzon ez később semmiféle problémát. Lehet azt mondani, hogy II. Rákóczi Ferenc római katolikus iskola. Pont. Térjünk át 2018-ra, ugye még van néhány hónap nyilván addig, de hogy már van egy csomó olyan dolog, ami beindult 2018 kapcsán, ugye akár azt is mondhatnánk, hogy Románia szempontjában nem lesz egy nagyon fontos év, hiszen nem lesznek választások, nyilván politikai szempontból mondom, de ugye itt van a centenárium, ugyanakkor Magyarországon nyilván választások lesznek 2018-ban, és van egy harmadik olyan ügy is, amelynek 2018-ban lesz a kifutása, ugye a Minority Safe Pack aláírásgyűjtésre gondolok, ami egy európai polgári kezdeményezés, és azt célozza, hogy az Európai Uniónak is legyen hatásköre, illetve szóljon bele a kisebbségek ügyeibe adott esetekben. Ez a három téma így együtt egy csomagban, ugye az RMDSZ idei évvégi kommunikációjának jó eséllyel a nagy részét fogja képezni, és egyes helyzetekben már is történnek konkrétumok, ugye például a regisztráció kapcsán az RMDSZ is kampányol, illetve biztatja a magyarországi választásokon való részvételre az erdélyi magyarokat. Sőt, egyes politikusok már azt is megfogalmazták, többek között ön is, hogy melyik az a magyarországi politikai szervezet, amelyet támogatnak. Ez számomra azért furcsa, mert hogy ugye egyelőre még a regisztrációról beszélünk, és a kampányig még azért van némi idő. Nagy meglepetésekre azt gondolom, senki nem számít. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt, ha jogod van szavazni, választani, részleni a választásokon, mindegy, hogy az milyen állampolgársághoz kötődik, én nem mondtam más soha, mint az, hogy ezzel a joggal élni kell. A román állampolgársághoz köthető szavazati joggal is, a magyar állampolgársághoz köthető szavazati joggal is, ha valakinek van más állampolgársága, amerikai, francia, azzal is. Tehát én azt gondolom, hogy ettől nem kell elmenekülni. Ez nem bűn, nem vétek, nem hiba. Ha ezt a jogot megkapta valaki, akkor ezzel éljen. Sőt, én azt mondanám, hogy mindig éljen vele, ne legyen soha kivétel az alól, hogy elmegy szavazni. Ugye a magyarországi választásokon regisztrálni kell, ez a magyarországi törvény, lehet, hogy ennél egyszerűbb megoldást is lehetett volna találni, vagy lehetne találni, de ebben a pillanatban szükséges a regisztráció. Ez az erdélyi magyar emberek szempontjából egy kicsit macerás, mert nem szoktak ehhez hozzá. Itt ugye nincsen ilyen, hogy regisztrálni, és akkor szavazhatsz. Ezért segítünk, ezért mondjuk azt, hogy a regisztrációt mindenki tegye meg, mert másképpen hiába akarna szavazni, nem tud. Attól még, ha közben meggondolja magát, nem kötelező szavaznia, ha regisztrált, de ahhoz, hogy szavazzon, kell regisztrálnia. És igen, ezért segítünk, ezért tájékoztatást nyújtunk. Na most a kérdésnek a másik oldala, hogy kire érdemes szavazni, kire kell szavazni.
Igen, én azt gondolom, hogy ha azt nézzük, és én csak ezt tudom nézni ebben a pillanatban, hogy nemzetpolitikai szempontból a szóba jöhető alternatívák közül ki mit tett le az asztalra az elmúlt 4 évben, az elmúlt 8 évben, akkor számomra nincsen alternatíva. Ha azt nézzük, hogy ki hogyan viszonyult a határon túli magyar ügyekhez az elmúlt években, és nyilván én nem akarok visszamenni a történelem előtti időkig, akkor megint azt mondom, hogy a dolog egyértelmű, és vehetjük sorra, bár nem szándékszom, hogy sorra vegyük az összes lehetséges szereplőt, aki indulni fog a választásokon, még közvéleménykutatásokról sem akarok beszélni. Mondjuk az erdélyi magyar emberek nagy többségének a hangulatát, véleményét azt ismerem, hisz mérjük, és ott megint csak a dolgok egyértelműek. Akkor azt mondom, hogy ha csak a nemzetpolitikai víziót, stratégiát nézzük, akkor az én opcióm az egyértelmű. Én ezt világosá tettem, én ettől nem félek, ettől nem bújok el, van sok érvem emellett egyébként. A másik pedig az, hogy ugye ezt is láttam, kommentálták, hogy segítséget kaptunk. Igen, annak idején 2014-ben, 2016-ban Orbán Viktor eljött Szatmárnémetire, velem együtt sajtótájékoztatót tartott, és arra bíztatta az erdélyi magyar embereket, hogy menjenek el szavazni, és hogy szavazzanak a szövetség jelöltjeire. Na most azért morálisan az nagyon nehéz fölépíteni, hogy neked segített valaki, és hogyha ő segítséget kérte el, akkor te azt mondod, hogy hát tudod, ez most egy kicsit bonyolultabb itt nálunk, és megpróbálsz elbújni ezelől. Tehát morálisan sem lehet, én azt gondolom, másképpen ehhez közelíteni. Három, azt gondolom, hogy az erdélyi magyar emberek mindegyike, aki választani, szavazni fog, egészen pontosan tudja, hogy milyen opciója van, függetlenül attól, hogy én mit gondolok, mit mondok. Én egy percig sem hiszem azt, hogy ráerőltetné az RMDSZ, vagy én magam az opciómat bárkire, aki szavazni akar. Én nem hiszem, hogy ott ülne János bácsi, és azon tűnődne, hogy kire szavazzon, ott van előtte a szavazó cédula, majd beüti az internetbe, hogy mit mondott Kelemen Hunor, ja igen, akkor oda szavazok. Én azt gondolom, hogy az erdélyi magyar emberek mindegyik, aki a szavazáson részt vesz, már most tudja, hogy kire fog szavazni. Fidesz-KDNP-re, MSZP-re, DK-ra, Jobbikra, Momentumra, itt tudom én még, hogy ki van ott a porondon, LMP-re. Tehát ilyen értelemben én nem hiszem, hogy ma bárkit befolyásolnánk, de az a tisztességes, hogy az én véleményemet, főleg ha meg tudom érvelni, akkor a közvélemény előtt elmondjam, ha megkérdeznek, ha erre valaki kíváncsi. Ennyi, ez ilyen egyszerű. Nem kell ezt túl filozofálni, hogy az egyenlő távolság, meg az egyenlő közelség, meg hogy mi volt ezelőtt 8 éve, és mi volt ezelőtt 12 évvel. Ezelőtt 8 évvel nem volt állampolgárság, ezelőtt 12 évvel nem tudom, hogy mi volt, de a lényeg az, hogy ezt kontextusban kell nézni. 2017-2018 kontextusában ennyi. De azért fontos szempont szerintem az is, hogy bárki lesz kormányon Magyarországon, bár ugye sokan azt mondják, sőt én is úgy látom, hogy előre lefutott azért jó részt ez az a 2018-as választás, de hogy bárki lesz kormányon Magyarországon, mondjuk az elkövetkező 20 vagy akárhány évben, ugyanolyan fontos legyen számára, hogy ugyanúgy tudjon viszonyulni a határon túli magyarokhoz. Jó lenne. Jó lenne. Ha valaki azért sértődik meg, mert nekem van egy politikai véleményem, most mindegy, hogy ki melyik oldalról, én azzal nem tudok mit kezdeni. Én a politikai véleményekre nem szoktam megsértődni. Egyet értek, vagy nem értek egyet. Főleg politikusként. De ennyi. Erre megharagudni ezért, majd azt mondani, hogy ha nem. Én szerintem ez butaság. Persze, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy egy erős Magyarország legyen a régióban, érdekérvényesítésében hatékony legyen a régióban, és nem csak, hogy a nemzetpolitikai víziója az ne szorítkozzon le néhány kulturális rendezvénynek a támogatására, mert nem ebből áll a nemzetpolitika a 21. században, és még sorolhatnám hosszan az érveket, de ezt nem mi döntjük el. És ha valaki azt gondolja Magyarországon, hogy az erdélyi magyarokat kell azért hibáztatni, mert ilyen vagy olyan eredmény lesz Magyarországon, az én szerintem egészen rossz pályán van. Tehát nehogy már az a néhány százezer szavazat döntse el, hogy Magyarországon mi fog történni. Egy-két mandátumot tud ez befolyásolni, nem többet. Ma pedig nem úgy néz ki, hogy egy-két mandátumon múlna a magyarországi választásoknak a kimenetele. De ezzel megint nem akarok foglalkozni, a politikai elemzők ezt megteszik, elvégzik, elemzik. Én csak azt gondolom, hogy ha van egy véleményünk, azt nyugodtan érvekkel alátámasztva elmondhatjuk, és ezért senkinek nem kell megsértődnie. Térjünk át a Minority Safe Pack ügyre, amelynek ugye jelenleg is zajlik az aláírás gyűjtése.
és az RMDSZ-nek az egyik hajtómotor európai szinten is, már csak azért is, mert nagyon sok aláírás begyűjtését vállalta, ugye 250 ezerről van szó. Mekkora erőforrás igénye van ennek, hogy mennyire tud rámozdulni a szervezet országos szinten, vagy erdély szinten erre az aláírásgyűjtésre? Van nekünk egy tapasztalatunk, ugye, hogy ez hogyan működik. Persze akkor, amikor itteni választásokról van szó, akkor ez egy sokkal szorosabb, rövidebb határidő alatt kell, hogy megtörténjen, mert nem lehet elkezdeni egy évvel előtte, és nem egy év áll rendelkezésünkre. Ez a hosszú idő az embereket el is lazítja egy kicsit, hogy van még idő, van még idő, van még idő. De nekünk megvan erre a jó értelemben vett tapasztalatunk, tudjuk, hogy hogyan kell aláírás gyűjteni. Ott vannak az önkénteseink, ott vannak a különböző helyi, megyei és területi szervezetekben az embereink, le tudjuk osztani, tudjuk, hogy pontosan melyik település, melyik terület, melyik megye mennyi aláírást tud összegyűjteni, mert nem lehet annál többet kérni, mint amennyi belefér és megvalósítható. Egyrészt, másrészt pedig ennek az anyagi vonzata minimális, tehát ez nem kerül sokba. Vannak olyan kisebb költségek, amelyeket kell állni, de az erőforrás szempontjából ez a legkevesebb. Én azt gondolom, hogy az erdély aláírásgyűjtés ma beindult, jól megy. Ugye ennek van egy online, meg van egy fizikai papírformában történő aláírásgyűjtési lehetősége, és bízom abban, hogy ezt a 200-250 ezres határt mi fogjuk tudni tartani. Ugye ennél sokkal többre van szükség Európában, de mi ennyit tudunk hozzátenni. Minden egyes területen, országban, tagállamban, ahol élnek őshonos kisebbségek és részesei ennek a kezdeményezésnek, vagy nem részesei, de segítenek az aláírásgyűjtésben, ott mindenki a kvótán túl egy picit, ha teljesít, akkor meg lesz ez 1 millió. De minden ország kvótáján felül kellene teljesíteni. Azt is látni kell természetesen, hogy mi többet vállaltunk, mint amennyi arányosan ránk jutna, de rögtön hozzá is teszem, hogy ha sikerül nekünk eredményt elérni a Minority Safe Pack-kel az Európai Unióban, sikerül ezt a kérdést bevinni az európai döntéshozatalba, az elsősorban nekünk az érdekünk. A déltiroliak ahhoz képest, ami nekünk ma van, ahhoz képest sokat nem kapnak. Kapnak, de kevesebbet, vagy a finnek, vagy a dánok Németországban, vagy lehetne sorolni hosszan a kisebbségeket. Itt elsősorban a közép-kelet-európai államoknak, a volt kommunista államokban élő őshonos kisebbségek számára jelentene ez egy jelentős változást. Tehát ilyen szempontból a túlvállalásunk érthető, de azon vagyunk, és arra biztatunk mindenkit a tagállamokban, hogy a kvóta fölött próbáljon aláírás gyűjteni. Ez a szolidaritási része a történetnek talán a legfontosabb. Hogy azok is szolidárisak velünk, akik ettől a kezdeményezéstől radikális változást, jobbulást nem várnak. És azok is szolidárisak velünk, akik mondjuk már még nincsenek az Európai Unióban, de az Európai Unió fele tart az ő államuk. Ezt a fajta kisebbségi szolidaritást kell én szerintem hangsúlyozni és értékelni, mert erre nem volt példa az elmúlt 40-50 évben, hogy egy európai szintű, ilyen típusú kisebbségi, őshonos nemzeti közösségek, nyelvi, vallási kisebbségek közötti szolidaritás kialakuljon. Közép-Kelet-Európa kapcsán ugye hát érződik is az egyébként a politikumban, hogy hol fontos igazából, vagy hol van nagyobb súlya ennek a kérdésnek. Ugye Románia és Szlovákia fő ellenzői a Minority Safe Pack-nek, miközben Magyarország a fő támogatója. Az, hogy Románia, ugye augusztusban derült ki, hogy újabb pert indított a luxemburgi bíróságon, és gyakorlatilag ismét megpróbálja megállítani a Minority Safe Pack-et. És ami nagyon furcsa volt ennek kapcsán, az volt, hogy gyakorlatilag nem lehetett tudni, hogy melyik az a szerv, vagy intézmény, vagy maga a kormányból, ki volt az, aki kezdeményezte ennek az új napernek az elindítását. Derültek ki ennek kapcsán azóta a konkrétumok? De azt tudjuk, hogy a külügyminisztériumból jött a kezdeményezés, és azt is tudjuk, hogy az egykori miniszterasszony az Anna Bircsál kabinetjéből az iktatószámok alapján nyilván. És azt is tudjuk, hogy bekerült több alkalommal a kormány elé a memorandum, amiben arra kérje felhatalmazást a külügy, hogy Romániát berántsa ebbe a perbe. Hogy jóvá hagyta-e Grindeanu? Ő azt mondja, hogy nem, mások azt mondják, hogy igen, ezt nem tudjuk, mert nem férünk hozzá ezekhez a dokumentumokhoz. A lényeg az, hogy bekerült a PER, illetve a luxemburgi bíróságra a Románia által benyújtott kereset, tehát valaki ezt letette, valaki ezt jóvá hagyta.
Most ki fog ez is derülni, hogy aláírta vagy nem írta alá Grindeanu. Én azt gondolom, hogy aláírta, annak ellenére, hogy ő azt mondja, hogy nem, vagy nem figyelt oda, vagy ködösít. De nem is ez a kérdés tulajdonképpen, mert ezen már túl vagyunk. Hanem az a kettős beszéd, amit Románia folyamatosan a kisebbségi ügyben is folytat. Itthon azt mondja, és a nagyvilágban különösen, hogy mi mennyországban élünk, velünk olyan jól bánnak, hogy ilyen már több nincs is, hogy madal értékű Románia. Közben meg egy ilyen kérdést elmeszel és megtámad mindig, és beszáll a perbe. Tehát ugyanazt az attitűdöt, politikát folytatja a külügyminisztérium, mint Ceausescu. Hogy vannak kérdések, amelyek belpolitikai kérdések, azokban ne szóljon bele senki. Hogy hogyan bánunk a kisebbségekkel, az egy ilyen kérdés. Én meg azt mondom, hogy nem. Hogy hogyan bánik egy többség a kisebbséggel, egy nemzet a vele együtt élő nemzeti kisebbségekkel, az mindig európai ügy. Amikor nem volt európai ügy, amikor nem figyeltek erre oda, abból mindig konfliktusok, feszültségek adódtak, és ezért én azt gondolom, hogy az európai stabilitás, béke, jólét, fejlődés szempontjából az a fontos, hogy az európai tagállamokban a többség-kisebbség viszony rendezve legyen, és hogyha lehetséges, akkor egységesen legyen rendezve. Mondjuk úgy, mint Dél-Tirolban, vagy úgy, mint a finn-svéd viszony, és adhatnék más példákat is, és ezek a jó megoldások. És hogyha ettől Románia elzárkozik, akkor azt jelenti, hogy még mindig nem értette meg, vagy nem akarja megérteni, hogy a világ változott, a világ milyen irányba megy. Ez a román érdeket sehol nem sérteni az ég egy világon. Hogyha nekik nincs egy olyan rejtett szándékuk, törekvésük, hogy a kisebbségeket továbbra is asszimilálni, felszámolni, akkor meg miért nem engedik? Miért nem hagyják? Hogyha a szuverenitás rengeteg olyan eleméről, ami ennél sokkal fontosabb, lemondtak Brüsszel javára, és helyesen tettek, mikor lemondtak, hisz az Európai Unióba belépés ezt jelentette, ugye aki az eurozónába bement, bejutott, az a nemzeti valutájáról is lemondott. Na azért az sokkal jelentősebb kérdés, mint az, hogy a kisebbségek ügyét egy direktívával, vagy több direktívával Európai Unió szinten rendezik-e, vagy sem. Ilyen értelemben mondom én, hogy a Ceausescu által megcsontosodott, vagy megcsontosított állásponttól nem tud a külügyminisztérium szabadulni, úgy tűnik. Beszéltünk már arról, hogy számunkra legalábbis miről fog szólni Európában 2018, arról, hogy Magyarországon miről fog szólni 2018. Romániában viszont egyértelműen a centenárium lesz a fő témája ennek az évnek, és már most érződnek az indulatok ennek kapcsán. Többek között az ön kijelentése volt az, ami egy nagyon nagy nacionalista hullámot indított el a médiában, és gyakorlatilag pofozóképként viselkedett a média. Annak kapcsán, hogy ön azt mondta, hogy a romániai magyarok nem fognak tudni ünnepelni ugye december 1-e kapcsán. Nem először mondjuk, és valószínűleg nem utoljára. Ezt már többször mondtuk, többek között az Illai Kongresszuson is elhangzott ez. Az, hogy most augusztusban fölkapták, és 5-6 héten keresztül ezzel próbáltak engem a médián keresztül legyilkolni, az mondjuk csak az érdekessége a történetnek, de nem először mondjuk, és meg is tudjuk indokolni, hogy miért nem. Ez nem jelenti azt, hogy nem tiszteljük mások ünnepét, hogy nem fogadjuk el, de a közös ünneplésre sok okot ebben a pillanatban nem találnánk. És ezzel kapcsolatosan még csak annyit tudok mondani, ezt mondtam többször az elmúlt napokban, hogy ha valami változik, szólok. Egyelőre nem változott semmi. Én, hogyha a román állam lennék, mint ahogy nem vagyok, vagy ha én dönthetnék a román állam helyett, mint ahogy nem dönthetek, akkor azt mondanám, hogy egy erős állam, egy magabiztos nemzet, az 100 évvel a gyulafehérvári ígéretek után a kisebbségek irányába, főleg, hogy két-három kisebbséget azért nagyon durván asszimilált vagy eladott, a németeket, a zsidókat, svábokat. Azt mondom, hogy betartom az ígéreteimet. Hát nincs mitől félnem. Hát nincsen semmiféle rejtegetni valóm, nincsenek hátsó szándékaim. A történelmi megbékélést 100 év után elindítom, és azt mondom, hogy igen, azt ígértük, hogy anyanyelven rendezhetitek az ügyeiteket közigazgatásban, oktatásban, kultúrában, igazságszolgáltatásban, na tessék. Itt vannak ezek a törvénytervezetek, itt van egy törvénycsomag, fogadjuk el, lépjünk előre, nézzünk tovább 2018 után, mi van 2019-ben, 2020-ban, mit kezdünk az országgal, mert együtt fogunk élni. Most már tetszik vagy nem tetszik, ez a közös országunk, a közös hazánk. Én úgy látom, hogy a román politika ettől még nagyon messze van, továbbra is kimondatlan félelmek mozgatják, időnként ki is mondják, én ezért az augusztusi nyilatkozatommal, vagy az augusztusi interjúban én még mondtam valamit, meg az azt követő vitában, ami ugye
Andrei Plesuval volt, mert csak neki válaszoltam, más senkinek. Én még mondtam valamit, ami fölött úgy elsiklott a román társadalom, a román politikai elit, hogy üljünk le, beszéljük meg a problémáinkat, beszéljünk ki nem mondott problémákat. Mondjuk el mi, magyarok, nem akarok én a többi kisebbség nevében beszélni, nem tehetem meg, hogy miért gondoljuk azt, amit gondolunk, mitől félünk. Mondja el a román többség, hogy velünk kapcsolatosan milyen félelmei vannak, vélt vagy valós félelmei. Ha a félelmeket fel tudjuk számolni, le tudjuk bontani, akkor a bizalmat könnyebben fel lehet építeni. Nézzük meg, hogy amit mi kérünk, az a román érdeket hol sérti, miben veszélyezteti. Kevesebb lesz a román irodalom, kevesebb lesz a román kultúra, sérül a román nemzeti identitás. Én ezt nem hiszem. De ezekről nem akar senki beszélni. Ha volt valamilyen szándékom még ezzel az interjúval, akkor épp ez volt, hogy egy ilyen párbeszédet kiprovokálni. Egy-két újságíró erre úgy nagyon halványan ráharapott, hogy még van itt egy ilyen javaslat is, kezdjünk ezzel valamit, nézzük meg, hogy komolyan gondolta-e egyrészt, másrészt pedig gondolkodjunk mi el, hogy készen állunk egy ilyen párbeszédre román közvéleményformálók, román elit, román értelmiségi, román politikusok, mindegy, mert ez több szegmentumban, több szinten kellene ezt a párbeszédet folytatni, de úgy látom, hogy ez ma kevésbé fontos. Ahogy közeledünk 18-hoz, a racionalitásból egyre kevesebb lesz. Az észérvekkel egyre kevesebbet lehet mit kezdeni. Sajnos úgy látom. Ennek ellenére 18-at nem tudjuk megúszni. Nem lehet egy olyan sürgősségi kormányrendeletet adni, hogy Romániában 2017 után 2019 következik. Reménykedjünk abban, hogy akkor 2018, amelyik még egy pár hónap van, ugye a félelmek felszámolásának vagy kibeszélésének az éve lesz. Köszönöm szépen, hogy velünk tartott ezúttal is. Ez volt a Politika belülről. Egy hónap múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!